A pénteken kezdődő kétnapos mulatságon a tavaszt ünnepelték a Pécsi Origóházban. A programsorozat első napján a kultúráé volt a főszerep. Az író-olvasó találkozó és a szavalóverseny mellett a Pilis Szent Iványi Balog János egyedülállóan különleges részgrafika kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. De volt itt könyvbemutató és véradás is. Hát a mai nap már megkezdődtek a programjaink. Az Origóház elnöke elmondta, a tavasz ünnepének legkülönlegesebb programja a régmúltat idéző kisbíróválasztás, az íjász verseny és a színházi, valamint zenés előadások mellett a szombati hagyományteremtő ostoros népi felvonulás lesz. Ez az ostoros felvonulás egy helytörténethez kapcsolódik, egy úgynevezett Ede bácsihoz, aki a területen az utolsó olyan személy volt, aki állatokat őrzött, tehát kondás volt, és az ostor csattogtatásával hívta fel a település lakóinak a figyelmét. Na, mi ezt a fajta múlt időidézést szeretnénk előhozni, és majd a telet ezzel elűzni. Az Oli túl van már a vérvételen, tehát így értékeljük a teljesítményt. A kétnapos tavasz köszöntő rendezvény megnyitóját faültetéssel zárták a szervezők.